Sziasztok! Néhányan jeleztétek korábbi videók alatt kommentben, hogy teljesen eltűntek a top 10 jellegű videók a csatornánkról, mely valóban így is volt. Ennek az az egyszerű oka, hogy rengeteg olyan téma volt, amelyről videót szerettünk volna csinálni, de a hagyományos top 10 formában ezek nem lettek volna megvalósíthatók. Ma azonban visszatérünk a régi szokásunkhoz, ugyanis elhoztunk nektek 10 ijesztő adatot, történetet a nagyvilágból. Mielőtt belevágunk, írjátok meg kommentben, nektek mi a legijesztőbb történetetek. Ezen belül lehet szó olyan dologról, ami veletek történt, de akár olyanról is, amit másoktól hallottatok. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Egy átlagos ember élete során 16 gyilkos mellett sétál el az utcán. Ez így elsőre soknak tűnhet, ám a statisztika szerint e körül mozog a valós szám, nézzük a levezetést. Tegyük fel, hogy naponta 10 idegen mellett sétálunk el. Ennél egy átlagos nap nyilván több ember jön velünk szembe, de ha életünk minden napját figyelembe véve kéne átlagolni, akkor körülbelül 10 emberrel érdemes számolni. A 10-et megszorozzuk 365-tel, így kijön egy év alatt hány emberrel találkozunk, majd ezt megszorozzuk 71-el, így megkapjuk, hogy 71 év alatt hány ember jön velünk szembe. Ez a szám nem más, mint 260 ezer. Mivel statisztikák szerint 100 ezer emberre 6 gyilkos jut, így már könnyen megkapjuk a 16-ot. Évente több mint 7000 ember hal meg az orvosok olvashatatlan kézírása miatt. Már csak a gondolata is borzasztó, hogy valakinek ez okozza a vesztét, egy 2006-os kutatás azonban ezt az eredményt hozta. Az orvosokról világszerte az a hír járja, hogy firkálásaikon gyakran lehetetlen eligazodni. Nyomjatok egy lájkot, ha a ti kézírásotok simán felveszi a versenyt az orvosokéval. A kutyák azért szeretik a sípoló játékokat, mert az elejtett vadra emlékeztetik őket. Habár ezzel kapcsolatban több teória is létezik, egyesek szerint a sípoló játékok felébresztik házi kedvenceinkben a bennük lakozó vadász ösztönt, mely rokonaiktól, a farkasoktól ered. Ezzel szemben mások úgy vélik, hogy pusztán azért részesítik előnyben az ilyen játékokat, mert észrevették, hogy gazdájuk több figyelmet szentel nekik, ha egy sípoló játékkal foglalkoznak. Frank Goldsmith, a Titanic egyik túlélője, egy időben a Detroit Tigers baseball csapat stadionja mellett lakott, ám gyermekeit sosem vitte ki egy meccsre sem. Ennek az az egyszerű és egyben tragikus oka, hogy a nézősereg kiáltásai a Titanic katasztrófájára emlékeztették. Frank még 10 éves sem volt, amikor a Titanic elsüllyedt, így egy életen át kísértették az ott látottak, melyekről egyébként könyvet is írt. Az arcunkon apró bogarak élnek, amik megeszik az elhalt bőrdarabokat. Mielőtt bárki is megijedne, ezek a kis állatok teljesen ártalmatlanok, sőt, ahogy említettem, igen hasznos munkát végeznek a bőrünkön, úgyhogy még hálásak is lehetünk nekik. 1518-ban táncjárvány tört ki, melynek során 400 ember napokon keresztül megállás nélkül táncolt. A járvány szót napjainkban senkinek sem kell bemutatni, azt azonban valószínűleg kevesen tudják, hogy fél évezreddel ezelőtt egy táncjárvány ütötte fel a fejét a franciaországi Strasbourg városában. Az egész úgy kezdődött, hogy a város lakói egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy egy járókelő, pontosabban táncra kelő, megállás nélkül táncol. Ha hinni lehet a szóbeszédnek, napokig abba se hagyta, sőt, idővel mások is csatlakoztak. Pár hét múlva már több száz ember táncolt, bármi ok nélkül. Sajnálatos módon többen is belehaltak a járványba, a szervezetük ugyanis nem bírta a folyamatos, hosszan tartó fizikai aktivitást. A járványnak akkor lett vége, amikor a még talpon álló táncosokat egy zarándokhelyre szállították. Hogy mi okozhatta ezt a különös, ám egyben rémisztő jelenséget, a mai napig rejtély, csak találgatni lehet. Egyesek szerint valamilyen szer hatása alatt álltak a táncolók,
míg mások úgy vélekednek, hogy vallási okok állhatnak a háttérben. Sokkal valószínűbb, hogy egy tehén végez veled, mint egy cápa. Ha választani kéne, hogy a tehén vagy a cápa a rémisztőbb állat, alig ha mondaná bárki is az előbbit. Elég, ha csak a 70-es években megjelent kultikus filmre, a cápára gondolunk, mely után sok ember alig mert fürdeni a tengerekben. Ennek ellenére a statisztikai adatok mégis azt mondják, hogy nagyobb eséllyel okozza a vesztünket egy tehén, mint egy cápa. Ki tudja, lehet a következő nagy sikerű horrorfilm a Tehén címét viseli majd. Aki utazott már repülővel, az tudhatja, hogy fel- és leszálláskor muszáj felhúzni az ablakredőnyt. Ennek az az oka, hogy egy esetleges baleset esetén, miután a gép földet ért, a helyszínre érkező mentőegységek így láthatják, hogy vannak-e túlélők odabent. Természetesen így is úgy is túlélők után kutatnának, így viszont könnyebben felmérhetik a helyzetet. Ugyanakkor legalább ennyire fontos amiatt is, hogy egy kényszerleszállás után a személyzet fel tudja mérni a kinti körülményeket, nincs-e a gép mellett valami akadály, roncsdarab, ami megakadályozná a vészkijárat használatát. Az emberi állkapocs elég erős ahhoz, hogy könnyedén le tudjon harapni egy ujjat. Nos, fizikailag ez valóban így van, azonban az agyunk megakadályoz minket abban, hogy ezt megtegyük, legalábbis ami a saját ujjainkat illeti. Minden esetre bízunk benne, hogy ilyesmi egyébként sem fordul meg egy épelméjű ember fejében sem. A Forma 1-es autókban 1972-ig nem használtak biztonsági öveket. Ennek az volt az oka, hogy úgy vélték, a pilótáknak nagyobb esélyük van a túlélésre, ha kiesnek a pilóta fülkéből, mintha bent ragadnának, miközben esetleg tűz is kiütne. A biztonsági öv bevezetése előtt szinte minden évben történt haláleset a száguldó cirkuszban, utána azonban már jóval kevesebb, napjainkban pedig szinte egyáltalán nem. Ennek természetesen nem pusztán a biztonsági öv bevezetése az oka, az autók mérete, illetve kialakítása is nagyban hozzájárult a fokozottabb biztonsághoz. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Köszönjük, hogy végignéztétek, egy hét múlva találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!